bring a light? Instruction book. No. It's that time again. Sziasztok, Vizor vagyok, és ez egy újabb szerintem videó. És ahogy az intróban is láthattátok, újra a VS-telesebb bugyraiba készülünk belépni. A mai reklám, amiről szó lesz, az a Pro V gyaló. Nem innen van a nevem, hanem a Quake 3-ból, csak rövidítettem kemény egy betűre mostanság, de ez most lényegtelen. Elég sok idegesítő dolog van ebben a reklámban, de majd látni is fogjátok pontosan, hogy mire gondolok. Viszont mindenféle további extra szöveg nélkül vágjunk bele. Bemutatjuk önöknek konyhájuk új kedvencét. Imádom, amikor eszre jönnek, hogy kedvencét. Honnan tudják, hogy ez a kedvencem lesz-e? Mert szerintem ez túlzás, és valamennyire arcolás is. Az egyedülálló Prové nemes acél V-gyalú. Az a vicc, hogy emlékszem arra, hogy kb. 15-20 éve nekünk is volt ilyenünk. Emlékszem, hogy nem műanyag vacok volt, hanem tényleg ilyen fém valami volt. 15-20 éve ezt hozzáteszem. Ez a reklám megvan úgy legalább 5-6 éves, és nekünk a 90-es években volt már ilyen. Fajl. Kérem, tartsanak velünk, és ismerjék meg! Ha már elég régóta néztek, akkor tudjátok, hogy most jönne az, hogy Mário itt megjelenne, és mondaná, hogy no. De nem ismertek engem annyira, hogy tudjátok, hogy én ide mit fogok rakni. Hát ide nem azt fogom rakni, hogy Mário azt mondja, hogy no, mert akkor ismernétek engem eléggé, de én most nem ismertek engem eléggé, és így nem rakom ide azt, hogy Mário azt mondja, hogy no. Ugye milyen hülye vagyok? Látható, hogy ez egy minőségi termék. Hát basszus, akkor ezzel az erővel az összes 70-es, 80-as években gyártott orosz termékre, és akkor azt mondhatod, hogy minőségi. Mert a 10-15 kilós rádió aztán lehet, hogy tényleg minőségi, aztán kiderül, hogy kipróbálod, és nem működik. Úgyhogy nehogy már azt határozza meg, hogy milyen minőség a termék, hogy van-e benne nemes acél. Hogyha most egy CD Talkban lenne nemes acél, akkor arra is azt mondanád, hogy ez egy minőségi termék? Nem a kinézet és nem a gyártott anyagok alapján jó egy minőségi termék. Ez több mindenre is átültethető ilyen fogalom. Tehát nem biztos, hogy az a jó videós, aki több tízezer feliratkozóval rendelkezik. Akár ekkor ezt is lehetne mondani ide. Kiemelkedő minősége szinte napok alatt meghódította a világot. Úgy gondolom, hogy ez lehetetlen. Hogyan lehetséges az, hogy egy gyalú napok alatt meghódítja a világot? Ilyen nincs. Ilyen nincs. Hogy hódít meg egy világot? Ez egy szubjektív fogalom. Lehet, hogy nekik azt jelenti a meghódította a világot, hogy eladtak belőle országszerte, mit tudom én, Magyarországon 3 darabot. Argentinában 4-et, Amerikában 12-t, Németországban 8-at, és így tovább. Hülyeség ez. Tényleg hülyeség. Melyben a minőség, a gyorsaság és a biztonság olyan határokat ér el, mely szinte egyedülállóvá teszi. Hölgyeim és uraim, az előbb VS-telesoppos sablon marketing szöveget hallhattak. Így, ez esetben az RRP úgy válaszol erre az egészre, hogy gépszerűen elmondja ezt a mondatot, aminek semmi értelme nincsen, legalább kitölti a helyet és az időt, és próbál humoros lenni, de nem sikerül neki, holott lehet, hogy ezzel mégis humoros. Kérem, tartsanak önök is a konyhai gyaluk mesterével, Pepi Rösslerrel. Hogyan lehet valaki a konyhai gyaluk mestere? És a bájos Andrea Kunessel, akik új távlatokat nyitnak a konyhai munkaterén. Két dolog. Egy, indítsuk el az Andrea Kunes számlálót. Ebben azt fogjuk számolni, hogy hányszor reagál pornófilmbe is emelhető reakciókkal, vagy egy szóval, vagy egy mondattal. Ez az egyik. A másik pedig, hogyan tud egy gyalú új távlatokat nyitni a konyhai munkában? A Prové új távlatokat nyit a konyhai munkában. Oh. Vegyük szemügyre ezt a csodálatos gyalút. A Prové nem csak szép, de a minősége is kiemelkedő. Attól félretekintve, hogy ismételte Pepi Rösszler azt, amit már a felvezetésben is elmondtak, már 3-nál tart az Andrea számláló. Tudom, hogy angolul van kiírva, de szokjátok meg, ez nem fog zavarni senkit sem. De könyörgöm, 9 másodperc alatt már 3-nál tart. Mi a végén 80-ig fogunk eljutni? Nem lepődnék meg. Olajjal keményített, lézerrel csiszolt pengéi vannak, hallgassak! Biztosan én vagyok az idióta, de mi az, hogy olajjal keményített? Ilyen hangot akár én is tudnék csinálni. Most fogom ezt a jack hosszabbítót, és a billentyűzetemen fogom végig tolni. Figyeljétek, most direkt odahajolok a billentyűzethez.
Jó, tudom, nincs a kamera meg ilyenek. Higgyétek el, ennyi. Na, tehát idehajolok. Jó, ez nem volt ugyanaz, elnézést kérek, de szinten improvizáltam. Ez is jobb, mint a semmi. És ez még a reklám eleje. Atya úristen. Egyedülállóan finom mikrocsiszolás. Szinte elnyűhetetlen. Ezek a pengék nem műanyag keretbe ágyazódnak. De amivel szelsz, az ott mégis műanyag. Ott van rajta a műanyag rész, az a piros. És már 4-nél tart az Andrea számláló. Éljen! Ünnepeljük ezt meg! Például azzal, hogy tovább megyünk. Hanem egy nemes acélkeretbe. A nemes acélt már évtizedek óta használják. A tűzhely, a hűtő, a mikrosütő, a mosogató, mind-mind az. És most már a zöldséggyaló is. Szinte elnyűhetetlen, ezt nézd meg! Üdvözlöm Önöket a VS Teleshop marketing kiállításon. Ha most balra figyelnek füleikkel, akkor észrevették azt, hogy Pepi Rösszler éppen marketing szöveget adott Önöknek. És hogyha jobbra tekintenek, már azt láthatják, hogy azon a számláló már 7-nél tart. Repülő burgonya! Oh! A krumpli csak úgy végig suhan a pengéken, és egyenesen a serpenyőben landol. Andrea, mit szólsz, milyen mutatványokra képes a provi? Nem tudom, hogy kinek volt az ötlete az, hogy ezt a hölgyet veszik föl szinkronhangnak. Azóta nem is hallottam szinte sehol sem. De könyörgöm, olyan hangokat adott, mint hogyha elévezett volna azon, hogy Pepi Rösszler repülő burgonyát úgymond idézőjelekben használt, vagy hozott létre. Atyám, uram, Jézusom, de tényleg az a zavaró ebben az egészben, hogy ezt találja ő fantasztikus csodának. Ilyet bárki tud csinálni, és ez nem kell provéd gyalú, ez elég egy sima 500 forintért egy kínai piacon is megvehető gyalú. De tényleg. És az az extra poén, hogy nem is talált bele mindegyik. Manapság minden műanyagból készül. Ez a vígyalú fémből van. Jól látható, hogy ez egy minőségi termék. Álljunk meg egy pillanatra. Például a karbonkevlár, az nem műanyag? Tehát tegyük föl, hogy szeretnél egy versenyülést venni például szimulátorokhoz, mert szeretsz mondjuk Forza 4-ezni, vagy Gran Turismo 5-özni. És veszel egy karbonkevlár széket. Na most, a faszi akkor nem venné meg, és inkább venne egy fém széket? Csak az ő gondolkodásmódjából indulok ki logikusan. Semmi értelme nincs. Hol van itt a logika? Ja, bocsánat, VS Teleshop reklámról van szó. Ó, én kérek elnézést, tényleg. A Prové rendkívül biztonságos. Nézd csak ide! Igen? Nem! Csak akkor lehet kiemelni a betétet, ha ezt a kis kart felfelé húzom. Oh. Most megfordítom a betétet, és a gyaló hajszálvékony szeletelésre van állítva. Állítva. Például uborka salátához, retekhez, a gyalut a levegőben tarthatod, és úgy szeletelhetsz. És akkor feltakarítani ki fog? Mert hogyha magasabbra tartom a gyalut, akkor lehetséges, hogy mellé, vagy esetleg a padlóra fog esni egy-két szál káposzta, mondjuk korpját megenné, de ez most lényegtelen. Ebben megint mi a logika, Istenem? Én nem tartanám 45-50 cm-re a konyhaasztaltól mondjuk, hogy ott szeleteljek, hanem inkább 5-10 cm-re, és akkor simán bele fog esni a tálba, vagy ahová szeretném, hogy legyenek szeletelve azok, amiket éppen gyalogok. Csodálatos! Letámaszthatod, és akár úgy is! Látod, Pepi, normális emberek így használják. Ellentétben veled? A kis zöldség darabokra is kellett gondolnunk. Akkor meg ti is gondolhatnátok rám. Ez most honnan jött? Mindegy, ez belekerül a videóba. Felvághatom a gombát könnyen és egyszerűen. Nem az ujjamat használom, hanem az új védőt, ami villaként tartja a zöldséget. Tehát új védőnek neveztek el egy műanyag darabot. VS Teleshop, és most nézem, hogy ritmikusan tapsoltam. Lol. És már csak ez a kis darab maradt meg. Mutatok még valamit. Még valamit. Nagy hangsúlyt fektetünk a Prové élettartamára. De ha most telefonál és rendel, akkor egy olyan Prové gyalut kaphat, amely csak fele annyi ideig működik, mint az, amit a képernyőn láthatnak. Telefonáljon és rendelje meg most. És ezzel el is érkeztünk a speciális Rösszler féle teszthez. Tudjuk nagyon jól, hogy ilyenkor már senkinek sincsen nagy elvárása a Pepi féle teszttel kapcsolatban. Úgysem lesz valami hiper-szuper, meganagy, gigantikus szenzáció és attrakció ebben az úgymond tesztben. És mindjárt meglátjátok, hogy mekkora csalódás is lesz ez a epikus teszt. Te jó lesz ez a teszt, a fasz lesz az jó. Andrea, ezek a tegnap modelljei, melyek könnyen feledésbe merülnek.
Miben, hogy azt ti reklámoztátok annó új, hiper-szuper, nagyon jó, gigantikus, szenzációs végyalú termékként régebben? Miben, hogy azok saját gyártású termékek, amiket visszaküldtek, mert szart sem érnek? Nem lennék ezen sem meglepődve. Már nincs szükség rájuk, a múlt hobájába vesznek. Úgy van, dobáld a saját szarjaidat. Úgyis biztos te árultad azokat 10 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány éve korábban. Ja, bocsánat, volt már olyan, hogy X termék egy év múlva kapott egy Y variást. Tényleg, tehát... Dobáljad! Mi ez, hogy így dobálgatod a dolgaidat? Talán meg kellene becsülni. De mindegy. A műanyaggyalut is elfelejtheted, hiszen el van törve. Talán nem kellett volna ráállni, vagy ráülni, vagy nem kellett volna Ferit ráengedni. Bár amikor a segge van, azt szerintem az egész naprendszert el tudná pusztítani. Vagy nem. A Röszler féle tesztet nem élte túl. Az ugyanis a következőképpen néz ki. Gonoszabb, mint az árubevizsgálás, brutálisabb, mint egy hatósági ellenőrzés. 95 kiló élő súlya gyalon. Most nézzétek el nekem, hogy most hátra megyek, töltök magamnak egy pohár narancslevet, és elgondolkodok az élet értelmén. Nézzétek el nekem, addig nézzétek ezt a fanworköt. Jót számolás, bazog. Igen, hülyeségek. Covid, jó. 90 kiló, Ezt az ideszt. Milyen teszt ez, bazog. Komolyan, kinek volt az ötlete? Isten. Miért? Ez egy szar! Ne feledd, acélból gyártják a hidakat és az autókarosszériát is! Fenomenális! Minden, ami túlél több évtizedet, minőségi acélból készült! Elnézést az előbbi kirohanásomért, de ez akkora egy hülyeség volt, hogy ezen fölkaptam egy picit a vizet. Egy picit, de tényleg csak egy picit. De ez, hogy minőségi acélból gyártanak mindent. Hadd mondjam el nektek, hogy itt van például az ágy, amin fekszem, az már megvan 30 éve. És nem acélból készült. Na hát... Felejts el a balesetveszélyes kétes minőségű termékeket! Váljon meg ön is egyszer s mindenkor a régi konyhai gyalujától! Ennek a videó jelenetek mi értelme volt? Miért kellett mutatni ezeket a műanyag, vacak, szerintük nem működőképes gyalukat? De tényleg. Értem én, hogy próbálkoznak olyan meggyőző hatást kelteni, de ne ilyennel. Ha most például nagyon vékony eper szeletekre van szükségem... Jaj, ne. Ajaj, már látom is, hogy mi fog következni. 3, 2, 1. Eljön. Könnyedén megoldható. Hogyan? Hát sehogy! A Prové nemes acélgyalú citrusfélékhez is ideális, mivel nemes acél pengéivel akár héj nélkül is szeletelheted őket. Látod, milyen gyönyörű mindegyik szelet? Nem. A hamburgerhez 2 szelet paradicsom kell. És hagyma. Igen, hagyma karikák. Meg talán valami, amiben bele lehet rakni őket, például egy zsemle, vagy valami ilyesmi, esetleg egyedi ízlés szerint további töltelék bele, vagy valami. Aj. Itt vannak a hagymakarikák. Akár tolómércével is ellenőrizheted őket. Egyik karika ugyanolyan, mint a másik. Ilyen papíroszlár. Ha nem használjuk tovább, egyszerűen csak folyóvíz alá tartjuk a gyalut, alaposan leöblítjük, és ez már tiszta egyszerű. Is. Gyerekjáték! Nem vagyok háziasszony, de könyörgöm, szerintem sima csapvízzel nem lehet azt a gyalut rendesen kipucolni. Ahhoz több kell. Biztosan több kell. Nem lehet azt csinálni, csak ott egy tányér, amiben éppen ettél mondjuk egy tányér levest, és kiviszed a konyhába, és elmosogatod sima csapvízzel, attól még zsíros marad. Azt rendesen le kell mosogatni, és itt is, ezt is rendesen le kell tisztítani. Csodás! És ha már nem használjuk, kivesszük akkor? Belőle a betétet, és betesszük a tárolóba, mely a gyalu kiegészítője. Nem fogok olópoénnal élni most, de kiegészítőnek nevezi azt,
a műanyag darabot, amiben bele lehet rakni a gyalú részeket? Miben, hogy ez is pénzbe kerül? Miben, hogy ezt az extra kiegészítőt rendelje meg telefonos munkatársainktól lesz majd? Mutatok neked további érdekességeket is. Lássuk. Eddig vékony és vastag szeleteket vágtunk. Uh-huh. Most fogjuk meg a nagy pengékkel ellátott betétet, bepattintjuk a sima betét helyére, és hasábburgonyát szeletelünk. Ah. Ha van otthon hasábburgonya szeletelőd, akkor tudhatod, minél nagyobb a burgonya, annál nagyobb erővel kell nyomni. Nehézkes és bonyolult dolog. A Provével könnyen és gyorsan szeletelhetjük a hasábburgonyát. Cak, 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 és kész is van. Egyenletesen szeletelt hasábburgonya az első szálltól az utolsóig. Andrea, ez a hasábburgonya szeletelés ne tovább. Van olyan ember, aki azon élvezkedik, hogy hasábburgonyát szeletel? Biztos, hogy nincs. Pillanatok alatt feldarabolom. Igen, és most figyelj, ha a zöldség vége felé tartunk, vegyük elő az új védőt, és annak segítségével fejezzük be a munkafolyamatot. Értem. Olyan zöldségekhez is kiváló, amit kissé nagyobb darabokban szeretnél elkészíteni. A Provi gyalú számára a legkeményebb burgonya sem okoz gondot. Gyerekjáték! Gratulálok, hogy látható volt az egyik kameraman. A Provi gyalú nélkülözhetetlen a konyhában. Így kell szeletelni a zellert, a cukkinit és a répát is. Fantasztikus minestrone készíthető vele. Ez kész csoda, ez egy olasz ember volt, és értette valamennyire, amit beszélt, addig legalábbis, amíg a magyar szinkron el nem kezdett beszélni fölötte. Fantasztikus! Legalább itt van egy pozitív dolog a reklámban. Parádés. Hát csak a reklám fele kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk. És most, kedves Andrea, bemutatnám a harmadik betétet, amelyen vékony és egyenletes csíkokat vághatunk. Nemrég még így kellett szeleteket vágni, összegyűjteni és egymásra fektetni. A 21. században a Provi gyalúval önök is gyönyörű csíkokat és hasábokat vághattak, hölgyeim és uraim, minden hasáb egyforma és egyenletes. Gyorsan és biztonságosan dolgozhatunk, és az eredmény magáért beszél. Ettől a szövegtől megfájdult a fejem. Köszönöm, Pepi! A mesterszakácsok azonban másképp csinálják. Egyenesen a vokba vagy a serpenyőbe szeletelik a zöldséget. Ha jól emlékszem, volt egy VHS-telesopos videó, azt hiszem a Contour Pro késnél, hogy egy szakács írta, hogy ez mekkora baromság. Lehet, hogy most ő is nézi ezt a videót, szerintem nem, de lehet, hogy igen. Tudja, hogy itt is írni fogja majd, hogy milyen baromság ez. Majd kiderül. Könnyedén tudok dolgozni vele, és ha a zöldség végéhez közeledünk, megfogjuk az új védőt, és annak segítségével fejezzük be a munkafolyamatot. Vok ételekhez ideális. A paprikát a Provi gyalúval villámgyorsan szeletelhetjük. Késsel mindez fáradtságos munka volna. A hagymát egyenletesen, vékonyan vágom, egyből bele a vokba. Minden erőfeszítés nélkül szinte gyerekjáték. Jöhet a répa. Vess ide egy pillantást, Andrea. Hát nem én csiklandozó? Előbb talán kóstoltatnád meg vele, és akkor... Kérdezz meg tőle, mert így a kérdésed nem valami logikus. És szerintem már értitek, hogy miért nem tetszik nekem ez a reklám, hiszen Andrea szinkronja elbassza az egészet. De rohadtul, hát láthatjátok, már 52-nél tart az Andrea számláló. Úristen. A háttérben hallható fúró hangot azért hallják, mert éppen fejlesztjük ávadonatúj Gundam robotunkat. És most nézzük a kedvenc betétemet. Kíváncsi vagyok. Ez egy vadonatúj betét. Nézd csak ide, 48 késsel, melyen most könnyedén julienne salátát készíthetünk. Tehát a kések száma határozza meg ebben a reklámban, hogy lehet-e julienne salátát készíteni, vagy sem? A pengék minőségi nemes acélból készültek. Ezt már hallottuk. Ismétlés! Úgy vágják a zöldséget, ahogy késsel szinte lehetetlen volna. Hát sehogy! Használata végtelenül egyszerű. Csodás. A betét becsúszik a helyére, bekattan a biztonsági zár, és most Andrea, ezt nézd meg! Ha most egyet vágok a betéttel, egyszerre 48 késsel vágok. 10 mozdulat a betéttel annyit jelent, mint a késsel 480-szor vágná. Az borzasztó. Hidd el, aki egyszer már Provi gyalút használ, soha többé nem használ más vágóeszközt. Eredetileg ide gondoltam volna azt, hogy bevágom a... Tinikből a legvégét, de nem teszem meg, de 57-nél tart már a számláló. Komolyan meg lesz a 80 a videó végére, és nem túlzok, lehet, hogy akár a 90 is. Brutális. És most nézd csak meg a salátát, Andrea! Villámgyorsan elkészült! Na. A zöldségleve nem csorgott ki, hanem ott maradt, ahol lennie kell még hozzá a retek belsejében. Ennél szebb és finomabb szeleteket nehéz lenne vágni. Nem is vagyok szokács, de franciaként ideálok a kép elé és a bluescreen technológiával beszélek. És most kérlek, figyeld a kezemet! Pervez gondolatok, éljen! Rendben. Ugyanaz a gyalú,
Ugyanaz a retek, ugyanaz a betét, igen? És most figyelj, a Provi nemes acélgyalúval először egyenesen vágok. Fordítok egy negyedet, és még egyet vágok. Egyszer balról, egyszer jobbról. Így vágunk, ha finomra vágott, vékony kockákat szeretnénk. Egyszerűen csak fogjuk az új védőt, bal jobb, fordítsuk, és szinte magától megy. Nehezen találsz olyan konyha eszközt, mely képes lenne ilyen eredményre. A hagyma leve mindig ott van, ahol lennie kell, a felszeletelt hagyma belsejében. Te is láthatod, hogy a Provi egyedülálló segítőtárs a konyhában. A sima vé, azaz én pedig csak káoszt okozna. Tehát a tanulság, ne engedd vét a konyhába. Soha! Vess rá egy pillantást, csodálatos! Ahogy mondod. Ha pedig nem szeretnél rövid csíkokat, hosszában is szeletelhetsz. Lehetséges. Hosszú csíkokban a Provi gyalú verhetetlen. Láthatod, aha, hogy milyen stabilan tartja a zöldséget. Praktikus. Mondj nekem csak egyetlen konyhai eszközt, amely ilyen gyorsan és egyszerűen tudna hasonló eredményt produkálni. És most nézzük meg a tisztítást. Inkább azt nézzük meg, hogy mit is ettél, te kedves Andrea, és remélhetőleg most nem fog zúgni úgy a hangsáv, mint az előző felvételben. Reméljük. Így az ujjaink is védve vannak a késektől, és a pengék is biztonságban vannak egyéb tárgyaktól. Van egy másik funkciója is, kiváló reszelő. A konyhában különféle reszelőkre van szükségünk, a parmezánhoz, a gyömbérhez, a csokoládéhoz és a burgonyához. És kérde, körömreszelő is. Amúgy kihagytam ezt az éttermes ilyen reklámszöveget, szóval próbálkozom azért, hogy rövidítsek a reklámon, amennyire csak lehet, mert nem akarom, hogy fél óránál hosszabb legyen ez a videó, mert akkor tudom, nem néz végig senki sem. Sajnos. A kezünk nem sérülhet meg, hiszen az új védővel is dolgozhatok, ha már a zöldség vége felé tartok. Anélkül, hogy megsérülhetne az ujja, a zöldséget, a csokoládét, a sajtot szinte az utolsó darabkáig lereszelheti. Várjunk egy pillanatot, régebben nem zöldség reszelőnek volt a provégyalú nevezve? Vagy csak én emlékszem rosszul? Tehát ellentmondanom magának a reklám. A tisztítás a gyerekjáték. Egyszer ráütök, és a reszelő tiszta is. Egyetlen egy mozdulat, és a Provi újra munkára kész. Jó van, Pepi, már arra sem veszed a fáradtságot, hogy lepucoljad vízzel, letisztítsad. Ez a reklám már kezd fájni. Szószok sűrítéséhez hihetetlenül finomra reszelve. Csak öblítsük le, és már tiszta is a Provi gyalunk. Maximum mea culpa, végre letisztított a vízzel. No. Néhány mozdulat, és a gyalunk tiszta. A gyömbért fűszerezéshez használom, nézd csak ide. Pillanatok alatt kész a finomra reszelt ízesítő. Az olasz konyha barátainak pehelykönnyű parmezánt reszelünk villámgyorsan. Gyors tisztítás, és mennyei, nézd csak meg. Mondd csak, mi mindent kapunk tőle. Ez a záró betét, mely védi az ujjunkat. Az egyedülálló Provi most rendkívül kedvező áron kapható. Ez jól hangzik, de ha jól tudom, van még egy meglepetésed, ugye? Így van, Andrea, látom, jól ismersz. Hát igen. Elkészítéséhez. Annyira bízik a gyalú kitűnő minőségében, hogy 10 év garanciát biztosít a teljes készletre. Mit szólsz hozzá, Andrea? Őrület, 10 év garancia! Próbálják ki! Atyám, elértük a reklám végét, a reklámszöveget a végére levágtam, és én mindjárt összeesek fáradtságomban. Atya úristen, vége van! 87-ig jutott az Andrea számláló. 87-ig. És ez kb. 12 perc alatt, mert az elejét végét azt ne vegyük figyelembe. Soha nem tetszett ez a reklám számomra. Egyszerűen igénytelen a szinkron benne. Andrea Gumes hangja, nem tudom, hogy kicsoda, de túlzásba vitt az szás, mint hogy egy pornofilmben lenne, de ez nem pornofilm, hanem egy VS-tele shop reklám. Na, és akkor ennyi lett volna ez a kicsikét hosszúra sikerült videó. Remélem végignéztétek, remélem tetszett, köszönöm szépen, Turostáska, Sajtos Kifé és Sós Perec, sziasztok!